Rajtvonalavatással és márványtábla leleplezéssel egybekötött sajtótájékoztató zajlott Hévízen, ahol a magyarországi nagyrajt alkalmával a Giro d'Italia harmadik szakaszán egy részhajrára kerül sor, amely a városnak és a Giro-nak, de Magyarország turizmusának is fontos. Ez turisztikai és marketing szempontból egy felbecsülhetetlen lehetőség az ország számára és azáltal Hévíz számára is. És hát másodszorban azt gondolom, hogy a kerékpáros kultúrára tudjuk fordítani a figyelmünket. Hévíz városa egyértelműen gondolkodik az aktív turizmusban, a sportturizmusban, ez pedig egy olyan lehetőséget ad számunkra, amire építkezve az elkövetkező hónapokban is években meg tudjuk ennek a lehetőségeit teremteni az ide érkező kül- és belföldi vendégeknek. A Hévízen tartott sajtótájékoztatón szóba került, hogy milyen súlya lehet sportszakmailag és turisztikai szempontból egy részhajrának a Giro d'Italia esetében. Erről leginkább Szilasi László, a Giro projekt sportszakmai vezetője tud beszélni. A Giro során kétfajta részhajrát jelölnek ki a szervezők, vannak a hegyi részhajrák és a gyorsasági részhajrák. Ez utóbbi lesz itt Hévízre, egy ilyen gyorsasági részhajrá, ahol két kaput építenek, illetve egy célvonalat, mondhatjuk így, és a célvonal való áthaladásnál pontokat gyűjtenek majd a versenyzők. Ezek a pontok pedig beleszámítanak egy összetett eredménybe, és a ciklámen színű tikóért lehet küzdeni a gyorsasági pontok megszerzésével.